and gentlemen, the competition of steam engines begins soon in just a few minutes. So please join us. Egy 4-személyes mozdonyon vagyunk. Ez a magyar iparnak egy nagyon kiváló terméke volt, amit szerettek az utazók, szerették a vasútkedvelők, és ez most készült el a héten, egy felújításon esett át. Hát ki kellett várni, de elkészült. ...143 tonna az önsúlya, a szerkocsiba 24 köbméter víz fér el, a kazánba durván olyan 8, és akkor ebben dolgozik. ...130 jármű van, és ebből többsége természetesen gőzmozdony. Nagyon bízunk abba, hogy azért ez nem fog elveszni, mert szerintem ez egy gyönyörű dolog. Hát jelenleg a futógőzösök közt, hogy mondjam, nem is felújítás volt a nagy gépek, hanem szinten tartása. De hát előbb-utóbb az anyag megadta magát korrózió miatt, elvékonyodott, és olyan hibák keletkeztek, ami veszélyes üzembé tette volna, és azt nem lehet kockáztatni. A legfiatalabb az olyan 80-as évek elején kezdett itt köztünk dolgozni. Hát mindegyikünk ugyanazt a szakiskolát végezte, a járműjavítást, és megszerettük. Ezek a mozdonyok ugye a múlt század, illetve az előtte lévő századnak a termékei, és sokszor elcsodálkozunk, hogy az elődeink hova jutottak. Ugye némelykor nekünk is problémát okoz azt a feladatot megoldani, amit az elődeink alól könnyedén megoldottak. Ez a csapat, aki itt van, ez mindenkinek mondhatni, hogy a szíve csücske a gőzös mozdony.